főleg ugye a kisgyerekek körében van szó sajnos sok bántalmazásról, akik ugye nem feltétlenül tudják, hogy mit szabad ilyenkor tenni, hogy mi számít árulkodásnak, vagy hogyha elmondja a szüleinek, akkor az jó vagy rossz, és hát a válasz az, hogy igen, egyértelműen el kell mondani a szüleidnek, vagy el kell mondani a tanárodnak, az edződnek, az, hogyha valamilyen módon bántalmazás ér, és ez nem számít árulkodásnak, úgyhogy a lényeg, hogy erről beszélni kell. Úgy nőttem fel, hogy minden nap jártam az úszodába az iskolán kívül, és amikor az iskolában tapasztaltam valami olyasmit, hogy nem értik, hogy én miért vagyok annyit távol, és miért nem járok osztálykirándulásokra, vagy miért nem vagyok annyira a közösség része, akkor mindig arra gondoltam, hogy hát azért, mert én valami máson is dolgozom. És én azt gondolom, hogy a sport az ebben nagyon sokat tud segíteni, hogyha valami más elfoglaltságod is van, és érzed, ahogy építed önmagad, és építed a személyiséged, és ez nagyon sok önbizalmat is tud adni ahhoz, hogy ilyenkor tényleg így leperegjen rólad az, amikor valaki valami rosszat mond, és amikor kijöttem az iskolából, és elindultam az úszoda felé, akkor tudtam, hogy az már én egy tök jó úton vagyok, és nem számít az, hogy mit mondanak. Aki ver, az nem haver. Készült a Cartoon Network csatorna megbízásából. Fő támogató partnereink a Star Network és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.